A katódsugarak előállításához az atomokkal való ütközések elkerülésére 1 pászkál alatti nyomás szükséges. Ilyen alacsony nyomáson csak az üvegedény felületén várhatók fényjelenségek. A kilépéshez és a kellő sebesség eléréséhez szükséges magas feszültséget szikrainduktorral állítjuk elő. Az alkáli földfémek sói lumineszencia jelenségét mutatják. Az anyagra jellemző színt fognak kisugározni. A cső kikapcsolása után a világítósok foszforeszenciáját is megfigyelhetjük ebben a kísérletben.